Azt mondták őseink, Isten jó kedvében teremtette a világot. A teremtő művének gyöngyszemei Vas és Zala megye ezer arcú tájai. Az ég felé nyújtózkodó Kőszegi hegy, a Vadrába folyó, a híres zalai dombok, a szombathelyi egyházmegye, vagy ahogy emlegetik, a vértanúk és szentek földje. Itt született Szent Márton püspök, Mincenti József bíboros, hercegprímás, itt halt vértanú halált Szent Quirin püspök és Brenner János áldozópap. Amíg nem épültek több emeletes házak, felhőkarcolók, addig a templom nyújtott tájékozódási pontot az utazóknak. Mutatta a helyes irányt az úton és a lélekben. Jákot nem sokan tévesztették szem elől. Románkori temploma messze kiemelkedik a környezetéből és teszi láthatóvá, így látogathatóvá a kisfalut. Ják a létét a bencések apátságának köszönheti. A monostor lehetett a település magja, amely körül a falu kialakult. A Szent György templomot a bencés monostorral együtt 1214-ben kezdték el építeni. 42 évig tartottak a munkálatok. A románkori épület gótikába hajló díszítéseivel, rafinált arányaival szelíden emlékeztet az elmúlásra és örökké valóságra. A jáki templom különös ötvözete a földi és égi szépségeknek. A trónon ülő Krisztus előtt léphetünk be a főkapun a templomba. A déli oldalon pedig a bárány, mint az isteni szeretet képe fogadja a betérőket és int mindenkit, az Isten házába lép. A templom belső, bár festése és színezése jó részt már nem látható, mégis ámulatba ejtő. Zömök formák, vastag falak, lőrésszerű ablakok, a korszak meghatározó építészeti stílus jegyei. Ez az a hely, ahol órákig némán is edüldögélne az ember. Akkor talán lenne idő jobban megfigyelni azt a töredékes szárnyasoltárt, melyben a jáki madonnát láthatjuk. A 15. századi későgót alkotás négy tábla képén Szent Péter, Szent Pál, Szent Bertalan, keresztelő Szent János látható. Az eredeti falfestésből kevés maradt meg. Az egyik ilyen a szentélyben található. Szent Györgynek a sárkánnyal vívott harcát örökítették meg, s ebből megmaradt egy részlet. A déli torony alatt látható freskó töredéken pedig egy temetési jelenet, valószínűleg az alapítóé látható a jáki templom előtt.